Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV, vagy Viva Natura Televízió kedves nézőik. Parapercek következnek dr. Egeli Györgyel Gyurival. Szia Gyuri! És egy kis pofonláda, nyitogató pár mondatom lesz mostanában. Aki nézi a VNTV-t az elmúlt 10 évben, idén leszünk 10 évesek, azok elég sokszor hallottak a Magyar Tudományos Akadémiáról, többféle aspektusból, egy pára szeretnék csak itt felsorolni. Aminek a lényege az, hogy nem is magyar, nem is tudományos, és nem is akadémikus, és ezt egy pár gondolatban szeretném önöknek kifejteni. Nem beszélnék másról, csak például a Petőfi ügyről, ami most például olyan fázisban van, hogy képesek több száz millióira segesvári csatateret feltúrni, hogy megtalálják Petőfi csontjait, ki kéne menni itt a köztemetőbe, és az édesanyja csontjából kéne egy kis genetikai mintát venni, majd el kéne menni Szibériába az ott feltárt csontokat, vagy megvizsgálni az utódjai génjét, ilyen apróságok, de erről nem beszélünk. Akkor volt itt már szó Ős-Budáról, ami a Magyar Tudományos Akadémia szerint nem jelenik, külföldi anyagokban meg már szólnak róla. Miről nem beszélünk? Volt itt már horvát professzorról szó, ugye, amit a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként azért negligáltak, sőt, valószínűleg ők jelentették föl itt, és én, ja, a finnugor társaságról ugye 2 éve volt Magyarországon 500 millió forintért finnugor konferencia, amikor már mindenki tudja, hogy nem igazán finnugor származása a magyar, most már mindenféle genetikai térképek, egyetlen nyálpróbából ki lehet nézni, hogy a magyarság honnan származott, ennek ellenére még mindig azok az álláspontok fennmaradnak, amik egyébként lehetetlenek és elfogadhatatlanok. És akkor a Gyurihoz ez lesz az első kérdésem, hogy most örüljünk, vagy bánkodjunk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia legfelsőbb csúcsán tromfosztás következett be. Nagyon sok hír érkezett már arra vonatkozólag, hogy a tudományra szánt pénzt nagyon sok esetben idős ag akadémikusok viszik el, és akik mögött semmiféle tudományos aktivitás nincs már. Ugyanakkor nagyon vigyáznak arra, hogy Magyarországon olyan szellemi értékek ne tudjanak felszínre kerülni, ami megakadályozna azt, hogy az összeszerelő üzemből, a lebitutott magyarságból a szellemi erényei szerint egy magas szintű, tudományos és gazdag ország lehessen, és ezt ugye mindig mutogat a kormány a Tudományos Akadémiára, onnan meg visszafele, aztán a kormány mutat most már a cionista háttérhatalomra, hogy azok nem engednek meg nekik ilyen fejlesztéseket, és igazából nagyon kíváncsi lennék most már a te véleményedre. Kis vitaindítót én próbáltam feldobni, de ezek a témák egyébként rendszeresen szóba kerültek itt a VNTV-ben. Már csak egy apróság a végére, hogy Rábik tanár úr többszöri előadásában bizonyította, hogy Petőfi Sándor, ha őről beszélünk, akkor Széchenyi Istvánnak a gyermeke, amit nem hivatalosan tudott elfogadni. Ez is egyetlen egy genetikai vizsgálattal bizonyítható lenne, és az ember nem érti, hogy miért nem. És ezeket a miért nemeket a te munkásságod során elég sokszor feltetted magadnak, és a motivációt szeretném kívül és belül, hogy néz ki a Magyar Tudományos Akadémia? Csak annyival kezdeném, hogy én hol is helyezkedtem el, milyen apró csavarka voltam ebben a gépezetben. Én az Atomenergia Kutató Intézetben húztam le körülbelül 20 évet. A műegyetemen végeztem hőerőgépészként, és az volt a feladatom, amit az elején nagyon nagy elánnal kezdtem ellátni, hogy atomerőmű baleseteket számoljak, tehát magyarán föltételeztük, hogy itt meg ott eltörik egy atomerőműben egy csővezeték, akkor ez a baleset hogy fog lezajlani. Tehát ez energiaátadás volt mindenféle szinten. Tehát én mindig is megmaradtam az energiaátadás vizsgálatában, mert a természet, amikor egyik energiát átalakít a másik, akkor mindig tetten érhető a fizika, a természet működése. És ugyan csináltam az én rendes munkámat, tehát számoltam azt, hogy egy reaktorbaleset során mi fog történni, mi megy tönkre,
elolvad de az egész, vagy meg lehet úszni a balesetet, de eközben azért szerintem, mint minden normális kutató, nyitva tartottam a szememet, és ahol energiaátadási anomáliát láttam, azt körbejártam. Hozzá kell tennem, mindig saját költségemen, mindig saját szabadidőben, tehát egyetlen fillérbe, egyetlen percben nem került az akadémiának az, amit én az energiaátadási anomáliákkal töltöttem. Kezdtem a gömbvillámmal. A gömbvillám azért volt érdekes és fontos számomra, mert mióta az emberek léteznek, ilyen megfigyelések vannak, és ez az a jelenség, ami a fizika számára az összes szent megmaradási törvényt megsérti, az energia megmaradást, a töltés megmaradást, mert hirtelen a semmiből megjelenik, hatalmas mennyiségű elektromos töltés szóródik ki belőle, valamint az impulzus és impulzus nyomaték megmaradás sérti, mert forog a gömbvillám, és nem áll le. Tehát nem veszít az energiájából is. Így van. Tehát ismeretlen az, hogy mi tartja forgásban, miért van olyan sokáig a stabil energiaforrásként ez a természetben. Tehát a fizika legalapvetőbb pontjait kérdőjelezi meg ez a jelenség, és azt gondoltam, mint hőerőgépész energiaátadással foglalkozó kutató, hogy igen, és ez szent kihívás, és nekünk tisztában kell lenni a természettel. Ezért... Amikor voltál itt ezzel, ami plazmáról beszéltél, hogy ez egy plazma... Ez egy plazma gömb, néha gömb, néha ellipszoid, és olyan tulajdonságokat mutat, ami figyelemre méltó. Néhány ember azt is képzelte, hogy itt fúziós reakciók zajlanak, nem hiszem. Utólag is azt mondom, hogy nem hiszem. Viszont a megoldás jó pár évvel később adódott, hogy ez nem három, hanem legalább négy térdimenzióban a lejátszódó jelenség, és ez a megoldás az összes furcsa tulajdonságaira hozott a magyarázatot, viszont ez már fölkeltette Szent Ágotai Jánosnak a utálatát, mondjuk. Érdeklődésnek így. Érdeklődését, és köszönöm szépen. Ugyanis valaki egyszer rákérdezett, hogy hát ha van még egy térdimenzió, hipertér, lehet-e az a túlvilág? És akkor erre azt mondtam, hogy igen, hát ez automatikusan ebbe az irányba visz. Tulajdonképpen ekkor került az én, mondjuk, látóterembe a halálközeli élmények csoportja, ahol ezek az emberek beszámolnak arról, hogy ők felülről látták saját testüket, a szomszéd szobában zajló folyamatokat, előre meg hátra mozogtak időben, tehát mind olyan, ami a hipertérrel kapcsolatos. Ezt a munkámat a Szabó Ferenc főigazgató tiltotta be. Ennek az volt az... Ők már a negyedik dimenzióban vannak egyébként? Ők már mindenki a negyedik. Tudnának igazolni téged, igen, hogyha igen, most igen. Tudnának itt kommunikálni. Ennek az volt, a betiltásnak az volt a története, hogy a Szabó Ferencnek és a Gyimesi Zoltán akkori igazgatómnak az évfolyam társa volt egy műegyetemi horvát, azt hiszem István nevű professzor, aki villámhárítással nagy feszültséggel foglalkozott, és az ő villámhárító a kis bizniszét sértette a gömbvillám, mert a villámhárítók nem jelentenek védelmet a gömbvillám ellen, és ezt elmondtam egyszer-kétszer, és ő ezt mélyen zokon vette, és a Szabó Ferenc megparancsolta, hogy menjek le bocsánatot kérni a műegyetemre a horvát úrtól, mondván, hogy hát én zavarom az ő köreit. Elkezdett velem üvöltözni, és nem sokára aztán a Szabó Ferenc ezt a munkát betiltotta, pedig ő látott gömbvillámot, de azt mondta, hogy... Hány ilyen gömbvillám
jelenség volt, amit tudtatok hivatalosan dokumentálni? Mintegy 2000 megfigyelés érkezett be, ebből 500 gömbvillám megfigyelést tartottam érdemesnek, és mind ugyanabban a kategóriába esnek. Bemutatnám ezt, az első kötetet még a KFK-i ott nyomtatta ki, de ugye én gépeltettem, tehát a gépelési költség is az én zsebemből ment. A második kötetet már nem engedték kiadni, azt az Egyesült Államok haditengerészete nyomtatta ki, mert érdekli őket mindenfajta furcsa rombolás. És neked egy olyan érzésed, hogy gyakorlatilag Magyarországon megpróbálják a tudományos középkort fenntartani, ugyanakkor, hogyha a National Geographic-t vagy a Science-et elkezdesz nézni, akkor látod, hogy magasabb dimenziókról, mint evidenciákról beszélnek, és ahhoz, hogy a fekete lyukat, a szingularitást, meg a tér és idő utazásokat megértsük, egyértelműen az anyagból át kell váltani valami más minőségbe, hogy ezek a folyamatok lejátszódjanak. Na most ezzel szemben, ha itt erről beszélsz, akkor te egy tudományosan kirekesztett vagy, ugyanakkor, mikor már ezek a tudományos eredmények megszületnek, és a NASA elkezdi használni, akkor mi itt nézünk fölfelé, hogy Úristen, milyen okosak, közben lehet, hogy innen indult el az egész, és már nem egyszer volt ilyen a világtörténelemben. A tér és idő szerkezete a fizikának az egyes számú alapkérdése, tehát akkor, ha nem tudjuk azt, hogy a tér és idő szerkezete milyen, hány térdimenzió van, hát itt kezdődik. Akkor, és ez hogy működik, akkor semmit nem tudunk megérteni. A gömbvillám egy olyan természeti jelenség, ami pontosan rámutat arra, hogy létezik még egy térdimenzió. A dimenzió idegen a mi létezési síkunkon, de valahogy áttéved ide, és akkor jelenik meg. Lehet így fogalmazni? Egyszerűbben az anyag, amiben a mi testünkben van zárva részben, az három térdimenzióban stabil, de az összes többi térdimenzió létezik erőterek részére. Tehát az anyag, mint a kártyavár, az kettő, ugye a kártyavár két térdimenzióban stabil, háromban instabil, megpöcköljük, összeomlik. A 3D ugyanígy van 4-ben, igaz? Így van. Tehát az anyagi világunk az 3D-ben stabil, de a mi stabil világunkban keltett erőterek, azok kilógnak a hipertérbe, tehát 4-térdimenzióba. Ez egy újabb, különlegesen érdekes téma, de itt ebben a szintén betiltott kutatási jelentésben írtam le, hogy a gömbvillámok hogy működnek, és rengeteg példát adtam a megfigyelésekből. Tehát kifejezetten azon a szinten maradtam meg, hogy mi az, ami a természet megfigyeléséből kikövetkeztethető. Tehát semmiféle ideológia ebben nem ma volt. Ma ez valahol már elolvasható interneten, vagy bárhol? Az én honlapomon ezeket olvasom, de sehol máshol. A következő munka... Csak ide egy fél mondatot csak, jó? Tehát amikor ezotérikusan beszélgetsz, vagy spirituálisan, akkor folyamatosan azt mondják, hogy ezek az entitások, amelyek sokszor megnyilvánulnak itt a 3D-be, de anyagi szinten nem létezők, ezek olyanok, amikor az anyagot, a materiát fénnyel feltöltöd, és megváltozik azáltal az anyag szerkezete, ugye hát tudjuk jó, hogy igazából nincs is benne semmi, és amikor az anyagot fénnyel felemeljük, akkor tudunk esetleg dimenziót váltani, és akkor képes az ember bármiféle más funkcióra, akár tér- és dimenzió váltásokra. És ugye ez ma még okkultizmusnak hat, de lehet látni, hogy a tudomány és ez az ezotérikus tudás valami módon összeér. Tehát ami tapasztalati síkon egy meditáció, amikor beenged a fényt, vagy bármi, és érzed, hogy valós dolog az, amit teszel, az egy bizonyos módon összeér azzal a tudományos felismeréssel, amit a természet világában tudtál tenni. A következő nagy munkám, amiből már egyetlen kutatási jelentésnek csak egy másolata maradt fönt, ezt Keszthelyi Lajos akadémikus, ja nem, ezt a Lovas István elméleti magfizikus tiltotta be. Az effektus az volt, hogy egy cseh feltaláló gépészmérnök Robert Pavlita kidolgozott egy nagyon-nagyon furcsa módszert, aminek segítségével a fejéből, a koponyájából,
a környékén levő, ő úgy nevezte, hogy bioenergiát egy szondával ki tudta szedni, betette egy általa generátornak nevezett készülékbe, és ennek segítségével minden anyagnak a mágneses tulajdonságát meg tudta változtatni. Tehát az, amit ő bemutatott egy kísérletsorozat során Pozsonyba egy konferencián, az azért keltette föl a figyelmemet, mert a mágneses tulajdonságok nagyon pontosan, műszeresen mérhetőek. Tehát ez nem egy szubjektív dolog, ez nem duma kérdése, hanem ez egy mérés kérdése. És Galilei óta a tudomány feladata az, Galilei úgy fogalmazott, hogy ami mérhető, mérd meg, ami nem mérhető, tedd mérhetővé. És én ennek a felszólításnak tettem eleget, tedd mérhetővé. És a Pavlita rájött erre a módszerre, például egy... Majd ezt bemutatjuk még, kéne itt van. Igen. Egy fadarabnak az addig gyenge paramágneses tulajdonságai hihetetlenül az úgynevezett aktiválás után felerősödtek. Mit értesz itt most paramágnesességen a fánál? A paramágnesesség az azt jelenti, hogy minden anyag egy icipicit mágnesezhető. Tehát egy erős mágnessel egy icipicit meg lehet lódítani, és van még a diamágnesesség, ami egy icipicit taszít tulajdonképpen. Van néhány anyag, mint a bizmut, amelyiket az inhomogén mágneses tér taszítja. Ezek ismertek. Csak hogy a Pavlita nem csak az élő, de az élettelen anyag mágneses tulajdonságait is elképesztő módon meg tudta változtatni. Itt van például normál esetben így néz ki egy paramágneses, egy fadarab paramágneses diagramja, és az volt az érdekes, hogy az ő esetében ezek a tulajdonságok idővel mind csökkentek. Ez sem jellemző az élettelen világban, tehát ő egy olyan jelenségcsoportot fedezett föl, amivel az élővilág működik. Tehát egy elképesztően gazdag anyag tulajdonságot vett észre. Ugye az élettelen világban egy-két mágneses tulajdonsága van az anyagnak, de az élővilágnak ezek szerint olyan tulajdonságai vannak, amit mi nem is ismerünk. Ezért van az, hogy az élet elképesztően gazdag, és ezért van az, hogy szerintem az agykutatóknak semmilyen esélyük nincs, nulla esélyük van, amikor az élővilág tulajdonságaiból próbálják megérteni, hogy a megfigyeléseikből próbálják megérteni dolgokat, az ilyen mágneses effektusokat, amik önmaguk generálnak az élőlények, mert valószínűleg ezeknek a mágneses effektusoknak a mentén jönnek létre azok a változások, ami az átalakulás, fotoszintézis, bármi történik az életükben. Itt van például egy prazeódium minta. Prazeódium, ez egy ritka földfém. Aha. Ez egy fém. Ilyen a saját mágnesezési görbé. És mivel gerjesztette őt? Tehát a következőképpen néz ki egy kísérlet. Van egy fura alakú vasdarab, odaérinti a halántékához, tehát biológiai aktivitása, majd ezt a prazeódium darabot ő berakta egy ilyen fura alakú fém hasába, ezt a szondát oda vitte ehhez a fém hasábhoz, elkezdte forgatni egy csavart, és megváltozott
mérhetően tehát nagyon durva. Tehát a fejből szedett ki mágneses energiát, azt közölte az anyaghoz, amit föl akarta mágneset, és utána megmérte, igaz? Ezt mértük mert meg. Visszafele az érdekes, mert ugye mindig, amikor vízről tartok előadást, ugye a víz az nem mágnesezhető, mert tudjuk, hogy nem a... Nem igaz. Nem igaz? Na, ezt már mindjárt kiveszik, hogy a vízstruktúrákat, hogyha én egy mágnessel így le tudnám törölni a fejemet, akkor akár a memória törlését is meg tudnám csinálni, de ezt nem tudom megcsinálni, mert a mágnesnek a dipolus momentumait lehet változtatni, orientálni, de magát mágnesezni, nem tud fölmágnesezni a vizet, hogy utána az vonzon bármi fémdarabot például. Nem, de a mágneses tulajdonságait ki lehetett volna mérni, tehát egy vékony üvegcsőbe betennénk, és egy ilyen vibrációs magnetométerbe meg lehetett volna mérni, például a mágneses tulajdonságait, például a vitalitásmérő fejlesztése során vettem észre, hogy az elektromos vezető képessége a víznek nagyon durván megváltozik, amikor ilyen élő... Az a határfelületi struktúrák miatt változik meg? A struktúrája miatt, de ez egy másik betiltott munkám már. Fejezzük be ezt a de szeretném a Pavlitát befejezni, és ez azért érdekes, mert ilyen mágneses embereket... Néha, valami hiszterizis görbe, amit ott alul. Így van, egy ferromágneses anyagnak előtte, utána a ferromágneses anyagnak elvileg stabil mágneses tulajdonságainak kéne lenni. Ezt is befolyásolni tudta, de nagyon durva módon. Ez számomra azt jelenti, hogy ő az anyagstruktúrát úgy meg tudta borzolni, hogy például egy felületi réteg kimehetett a hipertérbe, más irányba állhatott be, és innentől kezdve nem három-négy fajta mágneses tulajdonság lehet, hanem minden egyes térdimenzió még megháromszorozza a tulajdonságok számát, tehát még csak nevet se tudunk adni, de 30-40 féle mágneses tulajdonsága lehet az élő anyagnak. 30-40 féle elektromos vezetőképesség, és ekkor az élő anyag például a mágnes áramot is tud kelteni és vezetni. Tehát valami olyan elképesztő gazdagsága nyílik meg az anyagnak. Tehát hidegfúzióhoz, most arról beszélünk egyfújtában. Nem, ez nem hidegfúzió. Tehát, hogy befolyásolod egy anyagnak a saját tulajdonságát, már pedig, hogyha elviszed a mágneses térerejét valamilyen irányba, akkor valamilyen szerkezeti változás kell. És az... Ez csak az anyag struktúra, nem a mag. Nem a maghoz még nem nyúltunk nem hozzá. Nyúltunk hozzá. Aha. Ez csak az elektron. Tehát egyszerűen a agymágneses energiával tudsz struktúrát változtatni. Így van. Igen? Így van. Tehát ma a fizika azt állítja, hogy az élővilág a tankönyvek által ismert fizikával működik. Ez nem igaz, ez az én véleményem. Képzeljük el, majd a következő beszélgetésben talán ki tudunk arra térni, van egy óriási nagy probléma az élővilágban, hogy működnek a vitaminok, amelyek enzimek, amik hétköznapi nyelven katalizátorok. Az a probléma, hogy a katalizátorokban valahogy két molekulának oda kell találni, és a katalizátor különleges felületén a vitamin segítségével ezek kombinálódnak. Csak hogy a hőzaj az teljesen tönkreteszi és kizárja azt, hogy ezek bekerülhessenek arra a helyre, hiszen ez annyira zizeg a víznek a lüktetése, hogy ezek nem kerülhetnek be. Kivéve, ha van valamiféle ismeretlen, nagyon furcsa mágneses tulajdonság az egyes anyagoknak, ami kiválasztja azt, hogy na, téged meg téged bevonzalak, létrejön a reakció, és ki is löklek. Megint Egelit fogok idézni, ugye az élőbe belül negatív entrópia van, ami pontosan az entrópia ellenthat, tehát ezt a vibrálást folyamatosan a struktúrált szerkezet miatt azért önmagába lecsökkenti, nem? Tehát ott már... Tehát egy olyan szelektív
erő hat ezekben a katalizátorokban, ami ellensúlyozni tudja a mindenütt ott lüktető hőzajt. Tulajdonképpen mindig is ezt mondtam, hogy a tanított fizika alapján az élet lehetetlen, de a tanított fizikát ki lehetne, ki kellene terjeszteni, és ez a betiltott munka, ami a lovas akadémikusnak. Mi volt a baj vele? Mi van, ha akkor ezt megismeri 20 ember, hogy olyan, mint a kvantumfizika, 100 évnek el kellett tennie, hogy egyre többen a tudatmezőből le tudják tölteni, és meg tudják érteni. Ezt is kb. 20-an értették volna abban az időben. István, nem érted az akadémia alapvető működését. A csírát akarja írtani az elején. Így van. Így van? Így van. Tehát arról szó se volt, hogy valaki valaha elolvasta volna ezeket, aha, aki kíváncsi lett volna. Ha eleve új, akkor nyírjuk ki. Című. Így van. Ez a status quo fenntartása. Egy akadémikus föltétlen lép, hogyha valami új dologgal találkozik. Mert az ő pozícióját gyengíti valami módon. Igen? Tehát kétféle reakció van. Ha valami teljesen ismeretlen, akkor azért utasítja el, mert ez az ő kompetenciája, hogy egy ilyen kis tudományos munkatárs valamit tud, valamit kimért, valami újat, amit ő nem. De van egy sokkal veszélyesebb fokozat, hogyha valaki olyasmit mér ki, ami szerint az akadémikusról kiderül, hogy valamit rosszul tud. Aha. Tehát ebben az esetben azonnal átharapják. Az már nagyobb, hogy kiderül. De nem jutottunk el soha odáig, hogy bármilyen kérdésben a gömbvillám, vagy ez a mágneses anomália, vagy éppen a vitalitásmérő kapcsán. Érdemes szakmai vitát tudtam. Valamiféle szakmai vita. Ez az akadémia a mentalitásától teljesen idegen. Tudományos inkvizíció, hogyha így fogalmazhatnánk, nem? Tehát a tudományos akadémia, mint az intézmény, a teljes gőzzel írtja, üti, vágja a tudományt, mint módszert. A tudomány, mint intézmény, számára teljesen elfogadhatatlan a tudomány, mint keresési módszer. Mert ha elfogadható lenne a tudomány, mint módszer, akkor ezeket a kutatási jelentéseket valaha valaki elolvasta volna, de kapásból betiltják. Ez a probléma. Ezért véleményem szerint a Magyar Tudományos Akadémia bizonyította, hogy alkalmatlan a feladatára. Most mi fog változni? Most, hogy fejet cserélnek rajta? Semmi. Tehát becsorog a pénz, most legfeljebb nem az akadémikusok viszik el, és hogyha lenne egy ilyen isteni szikra, akkor valóban a tudományos fejlesztésekre tudnának pénzeket adni, ami valóban a Magyarország felemelkedését okozhatná, ami valóban a függőségünk megszínését okozhatná, de látjuk, hogy egy horvát professzor ugye tesz végig, bábáskodtat, az az első, ha valami új dolog, valami jó dolog lenne, akkor az itt lévő, ugye Drábik tanár mindig azt mondja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nem más, mint a szabadkőművesség fellegvára. Na most a szabadkőművességnek folyamatosan mára sajnos, mert amire létrejött a szabadkőművesség, az pontosan az új elvek, az tudomány támogatása, stb. És valamilyen erő ezt teljes egészében kifordította, és életellenes, tudományellenes, fejlődés ellenes, csak a hatalom fenntartása és a rabszolgák mozgatása a cél. De közben valahol ezekkel a dolgokkal hidd el, hogy foglalkoznak, mert ha neked lemásolja Amerikában a tengerkutató. US Navy. A US Navy lemásolja, akkor ő valószínűleg neki ez érdekes lehet, és ezekkel a témákkal foglalkoznak. Ha nem elviszik az agyat Magyarországról, akkor a tudást elviszik, és azt próbálják felhasználni, de mi mindig provinciális gyarmat vagyunk, és ezért mondtam, hogy nem magyar, nem tudományos, és nem akadémikus, mert az akadémia önmagában azt jelenteni, hogy a fejlődést és a kutatást szorgalmazná. Igen, bemutatnám a negyedik betiltott munkámat, tehát ez a biológiai energia átadás gyakorlatilag ebből a munkából, a vízforgatásból indult ki, aztán később a vitalitásmérő, majd talán erről is tudunk beszélni. Ezt Keszthelyi Lajos elméleti magfizikus tiltotta be, ő se olvasta el természetesen, tehát
akik betiltották ezeket a munkákat, soha nem olvastak el semmit, és nem is értettek. A Keszthelyi Lajosról annyit érdemes tudni, hogy... És negyedik dimenziós meg, vagy ő él még? Őszintén szóval nem tudom, de nem valószínű, nagyon idősnek kéne lenni, mindenki meghalt már szerintem. A Keszthelyi Lajos az elméleti magfizikus volt, ott nem ért el semmit, nulla, ugye az egész terület teljesen halott, és aztán kinevezték a Szegedi Biológiai Központnak a főigazgatójává, tehát egyik pillanatról a másikra a biológusoknak kezdte az igét osztani, ahhoz sem értett, de hát ez a magyar tudományban így működik, hogy na, te nem voltál jó magfizikusnak, mert semmilyen eredményed nem volt ott, akkor biztosan jó leszel majd a biológusnak, de ott is majd te osztod az észt, te fogod megmondani, hogy milyen problémák vannak a fehérjéknél. Ez nem Bacsó Péter tanú című szindróma, ahol a virágelvtárs az a Szabóból érkezett, és igen. Állandóan, hogy néz ki magát, hogy milyen. Na volt? Most az, amit a Lovas elméleti fizikus akadémikus tiltott be, tehát ez a Pavlita féle mágneses dolog, ez nagyon fontos lehetett volna a biológia egyik rendkívül régóta megoldatlan problémájára, hogy nem értik, hogy a fehérjék miért tudnak pontosan betekeredni, összehajdogatódni egy pontos alakra, mert kizárólag abban a feltekert alakban képesek biológiailag aktívnak lenni. Több milliárdféle alakban képes egy fehérje föltekeredni, de abból csak egy, ami funkcióképes. És ezt mióta ezzel a problémával találkoztak, érthetetlen. Ehhez egy új mágneses, nevezzük mágneses energia kellene, de mivel azt Lovas akadémikus betiltotta, soha nem fogják megérteni, óriási erőkkel kutatják, és szerintem teljesen kilátástalan, és reménytelen a fehérje, a protein folding kutatása, mert éppen azok a betiltott kölcsönhatások lennének szükségesek, amit az élet használ természetesen. Jó, ugye szeretem mindig a vége felé pozitívra fölhúzni a dolgot. Egy előző adásban már elmondtad, hogy az összes kutatásodat és eredményedet fölraktad az internetre, pontosan azért, hogy ne úgy járjál, mint Moré, akit ugye a kis dobozkájával együtt eltüntettek, és már 150 éve szabad energiát tudnánk felhasználni. Ezeket ugyanúgy az Egeli weboldalnak mi a cím egyébként? www.egeli.hu, nem hiszem, hogy sokan olvashatják. Jó, hát most valószínűleg ezt a műsort minimum 15-20 ezeren megnézik, és ha van közöttük egy olyan fogadóképes, aki ezzel a témával foglalkozik, mert lássuk be, hogy ezek a dolgok ám úgy működnek, hogy mindenkinek akkor teszik oda az arcába, amikor éppen szüksége van rá, és lehet, hogy most tudod tovább gördíteni a labdát, és netán még az a tiszteltetés is megér, hogy megkérdezik tőled még ma is a véleményed ezekről a dolgokról. Tehát én... Soha nem fogják megkérdezni, soha nem fogják elismerni. Engedjük már ezt el, hogy... Jó. Gyuri, azért jöttél ide, ezt el akarod mondani, az egész életedet a változásra tetted fel. Így van. Akkor te nem mondd nekem azt, hogy soha nem fogják megkérdezni. Mert egyszerűen... Az akadémián. Aha. Az akadémián. Zárjuk lesz az akadémia kérdést, tehát mi a véleményed, hogy milyen változások lesznek most, hogy Németh Szilárd lesz a tudományos vezető, mint... Jó, tehát... Nekem az a véleményem, hogy vannak rendszerek, amik megváltoztathatatlanok, amik javíthatatlanok. Tehát a rabszolgatartó társadalmat, a római, görög, arab, stb. Rabszolgatartó rendszereket nem lehetett reformokkal megjavítani. Az az alapvető probléma, igen, az akadémián, hogy például, és ezt nem tudják az akadémikusokat, nem a területen dolgozók választják, tehát nem a fizikusok, a fizikus társadalom választja meg a legjobb fizikusokat, hanem az akadémia testület, tehát biológusok, történészek egymás között mutyiba, haveri alapon, hogy na, én szavazok rád, de én hozok egy embert, akkor te majd... De ha meghalok, szavazom. Akkor hozd be a haveromat. Így van. Tehát
ezzel a lépéssel garantálják, hogy még csak véletlenül se kerüljön be a testületbe olyan, akinek valami eredménye van. Tehát még a teljesen tévúton levő szakmának se lehessen semmiféle a szava, innentől kezdve nulla tudományos teljesítménnyel lehetett és szoktak bejutni. Ilyen volt például a Beck Mihály, aki ugye az etikai társaságnak, a bizottságnak volt az elnöke, aki végig a legaljasabb, legsúlyosabb etikai vétségeket vitte végig, addig a 20 évig. Amíg ő volt az etikai bizottság elnöke. És az a probléma, hogy a társadalomtól elvárják, hogy adót fizessenek, és ez menjen a tudományba, de semmiféle rálátása, szava, kontrollja, nyitottsága nincs az akadémiai rendszernek, mindenkit leradíroznak, és a belülről jövő kritikát sem fogadják el. Kívülről pedig, hát honnan tudná Mari néni meg Józsi bácsi, hogy milyen dolgokat tiltottak be, milyen dolgokat vettek el előlük. Az alapkiindulás az, hogy és ezt nem tudja az ember, hogy az, hogy milyen a tudomány, sokkal inkább befolyásolja az ő életét, mint a napi politika. Most csak gondold el, hogy egyetlen egy járvány, az 1918-as influenza járvány, a spanyol nátha járványba 100 millió ember halt meg. Tízszer annyi, mint a világháborúban. Mint a két világháborúban, és ez egy immunrendszeri probléma, amit meg lehetett volna oldani, tehát a tudomány akkori módszereivel meg lehetett volna oldani. Ha ismert lett volna, igen, a módszer. De az összes járvány visszavezethető ilyen tudományos problémára, és nehogy azt tessék hinni, hogy a politika akármi is, de mondjuk egy-két évet hozzáad, vagy elvesz tőlünk, de a tudomány 30-40 évet vehet el tőlünk. Egy ember normál immunrendszer működés esetén 100-105 évig tudna élni. Az, hogy 60 évig él a nagyon sok magyar, ez a 40 év, ezt a Magyar Tudományos Akadémia vette el tőle többször, azzal, hogy a Kovács Ádámot végig rúgdosták, végig pofozták egész életében, pedig a Kovács Ádám egy nagyon egyszerű, nagyon olcsó, megbízható rendszer talált arra, hogy az egyének immunrendszerének állapotát hogy lehetne kvantitatíven megmérni, megállapítani, előrejelezni. 3000 forintba került egy mérés, 6 csepp vért vettek. Tehát egy kemoterápia, meg 2,5 millió, amit el lehet használni. Ami hatástalan. Tehát ez semmi más nem volt, mint a vérsavó száradásának ellenőrzött körülmények között levő száradásának a megnézése mikroszkóp alatt, mert a kiszáradt vérsavó a struktúrája nagyon pontosan árulkodott az immunrendszerről. Ő annak idején saját költségén föltérképezte Magyarország immuntérképét, és nagyon jól lehetett látni, hogy ott rossz az emberek immun állapota, ahol jód hiány alakult ki, tehát ahol a talajba például jód vagy szelén nagyon kevés. És akkor még rendes kenyeret ettünk, akkor még ezek a nagyipari élelmiszer helyettesítő izék nem kerültek a polcokra. És mit csinál a gyógyszer? A jód limiteket letolja a fenébe, hogy minimális jódot tegyünk, és ma már jól tudjuk, hogy nem csak a pajzsmirigynek kell, hanem az egész testünknek. Teljes immunrendszernek kell a jód. Hát itt jönnek vissza a dolgok, de ha az immunrendszer rendben van, akkor a belső orvos teszi a dolgát, és maga az immunrendszer legyőzi a betegséget. A Magyar Tudományos Akadémia teljes a regnálása alatt kőkeményen mindig föllépett, konkrétan Szent Ágotai János, agykutató és az akadémia elnöke és anatómus volt az, aki úgymond a rákászati szerek, így nevezte őket, a rákászati szerek ellen
küzdött, ez volt az egyetlen hatásos dolog az életében. És lehet, hogy elvittél. Nem, nagyon későn azt hiszem, hogy agyinfarktusba halt meg, de azt gondolom, hogy körülbelül évi 40 ezer ember halála őt, az ő felelőssége. Tehát ő személyesen. Ezek nagyon súlyos szavak, egyébként te is tudod. Vállalom a felelősséget. Bíróság előtt is bíróság vállalom. Előtt is, ja. Azért én nem szeretnék a te tárgyalásaidra járni. Láttuk, mit csináltak. Ez az én véleményem. Ez a te harcod, ez a te véleményed. Én meg ugye mindig azt gondolom, hogy 5 évvel ezelőtt voltál itt, és nagyon lent voltál, akkor azt mondtad, hogy még a kaka is kaka. Így azért jöttél itt szépen fölfelé, és most egy harcosként, és nem Don Quixote-ként állsz itt, mert egyre több olyan ember van, aki úgy gondolja, hogy ezt a több ezer éves posványt, ez csak úgy lehet, hogyha kijöntjük ezt a büdös vizet már, mert együtt a gyerek nem halhat meg vele, és új időknek új dalai kellenek, és nem csak az újságírásban kellenek igazi velszibárdok, hogy ne hozzadják évig, mert az újságírók nélkül nem lehetne ezt az egészet. Ott a Béres professzornak az ellenpéldája, őt is ugyanígy ki akarták csinálni, de egy jó időben elhangzott tévériport, emlékszel rá, az kisegítette őt, és amikor akkor a tömegbázise volt már, akkor már nem tudták vele megtenni azt, hogy kicsinálják. Hát szóval ezért kell erről beszélni, és ezért ezeket a filmeket megosztani. Gyulival most egy kicsit pihenünk, és egy 5 perc múlva folytatjuk, mert ez az életenergia, bioenergia, meszmerizmus, állati magnetizmus, annyi néven szólították meg ezt az energiát, amit te most itt megtaláltál, és milyen jó lenne, hogyha ez tudományosan már ezelőtt 30 évvel bekerült volna abba a vérkeringésbe, ahol egyébként sokkal fejlettebb tudományos kísérletek folynak, ma már egyébként tudnak gondolat, álom emeriket csinálni, azért fejlődik a tudomány, amikor lefilmezik azt, hogy te mit álmodtál. És akkor nem kell már forgatni mindenféle filmeket szépasszonyokról, mert csak az álmainkat kell megnézni. Csak ez a humor része volt a végén. Megpróbáltam egy kicsit ezt elkenni. Én tudom, hogy egy élet keserűségéről nem lehet ilyen humorosan nyilatkozni egy-két mondatban. Itt ez a körülbelül másfél kilónyi tudományos papír, ez igenis, te mindig várakoztál arra, hogy valaki a kutyafáját olvassa már ezt el, valaki kérdezzen már meg, hogy akkor miért gondolom ezt így, valakivel tudjál beszélgetni, de nem. Mindig az inkvizícióra hívtak, ahol leüvöltötték a fejed, lehülyéztek, mindenféle embereket rád küldtek, hát azért tudjuk ezeket a történeteket. Jó lenne most már, hogyha valaki ebbe az édesdrága országba azt szeretné, hogy ne összeszerelő rabszolgaüzem legyünk, ne egy kihalt ország, akkor igenis a tudománynak adjuk meg a lehetőségét, hogy így fölemelje ezt az országot, és ezáltal az egész világot, és hogyha a magyarság fogja a világot felemelni, akkor nem biztos, hogy nem a tudomány révén emelnénk ki a világot a benne lévő slavasztikából, rákutatás, energia, szabad energia és mindenféle dolgok kapcsán. Én azt gondolom, hogy egy ország igazi kincse nem az, ami a föld alatt az ásványokban rejlik, hanem az állampolgárainak tudása, szorgalma, képessége, az, ami alkalmas, hogy az országot fölemelje. Amíg a Magyar Tudományos Akadémia létezik, erre semmiféle kilátás nincs. Amíg ők hatalmon vannak, addig a mi életünk soha nem lehet biztonságban. Szerinted a magyar kormány se tudja őket megdönteni? Nem, hiszen a magyar kormányban nincs olyan ember, aki belelátna a színfalak mögé, egy sincs. Uh-huh. Fogalmuk nincs, mi történik. Legfeljebb a most beküldött pénz, az nem az akadémusok között fog elfolyni, esetleg más csatornákon, más irányba, de magára, tudományra szerintem nem fog jutni most se pénz, igen? A valódi kutatásokra. Nincs olyan független testület, ami az akadémiától független lehetne, ami reális képet merne festeni a tudomány állapotáról. Ezek az emberek abban nevelkedtek, abban szocializálódtak, hogy a háttérben, a sötétben döfjék a kést azoknak a hátába, és párat ugye itt ismertünk, akik valódi eredményeket érnek el. Egyszerűen azért nem engedik meg, nehogy kiderüljön, hogy a teljes tudományos akadémia a legénysége vagy nagy része tehetségtelen, mások írták helyettük még a doktorit, hát a Szabó Ferenc helyett is a Valkó János írta a doktoriát. Hát, ki védte meg a Valkó?
Nem. Ott hát elmotyogta a magáért. Hát a Szabó Ferenc soha egy cikket meg nem tudott írni. Igen, ez jellemző rájuk, hogy a doktoriuk után szinte semmilyen tudományos szakanyagot nem tettek le a későbbiekben. Hát mindig az van, hogy egy tudományos, értelmes embernek előbb meg kell írnia a főnöke disszertációját, és hogyha a főnöke már megvédte, utána jöhet ő. Ugyanígy történt az én főnököm, a Szabados elvtársnak is. Annak írta meg. A Vigasi József, a Katona Tamás és a Tóth Iván kollégám. De ha ezen elindulnánk, akkor nem sok diploma maradna itt Magyarországon meg az emberek. Hát a 9/10 az semmit nem. Vagy plagizált, vagy valaki más megcsinálta. Hát itt mindenki más íratta, tehát az akadémikusok szerintem, én itt a természettudományról beszélek. Ja. Veled beszéltem itt meg 5 évvel ezelőtt, hogy szemülve ezt a saját orvostársai verték agyon. Na most ugyanott tartunk, nem? Ugyanott tehát tartunk, eltelt 150 vagy 200. Nem, tehát... Egy intézményrendszer működik egy mechanizmusban, semmiféle alulról jövő változás az akadémián nem segíthet. Egy dolog, jogutód nélküli megszüntetés. Uh-huh. Ugye, és ezt lehet látni, hogy ez egy civilizációnak a jellemző tulajdonságai, mert ez nem csak az akadémia, az egész rendszer így működik. Az egész rendszer. Hát akkor ennek meg a levesbe kell mennie, vagy együtt menjünk a levesbe. Szóval ezt kell látni, hogy lehet itt még babusgatni, pelenka pénzt adni a professzorainknak, az akadémiának, lehet még egy kis pénzt kilopikálni a másik irányba, de ha István, a dolog nem változik. Ennél nagyobb a tragédia. Tehát az a tragédia, hogy a daganatos betegségek eddig azért döntően a 65 év felettieket érintetnek. És csúsznak lefelé az életkülön. És csúsznak lefelé, valamint alulról a gyermekkori leukémia, a darabszáma pedig drasztikusan emelkedik. Akkor nem beszéltünk az Alzheimerről, meg mindenféle. Így van. Valamint a gyermekkori immunproblémák elképesztő módon emelkednek. Gondolok arra, hogy pszichológus ismerősöm, akivel együtt jártam jogázni, az mesélte, hogy drámai módon nő azoknak a gyerekeknek a száma, akik egészségesek, de nem tudnak beszélni. Immunprobléma, autizmus, immunprobléma. Ezt egyfajta oltással is összefüggésbe hozzák, de itt van a vágás, és innen folytatjuk, jó? Kedves nézőink, remélem legalább úgy élvezték ezt a beszélgetést, mint ahogy mi élveztük, hogy ezeket a gondolatokat kimondhatjuk, és azért jó, hogy vannak ilyen fórumok, és erre gyakrabban, hogy egyszerűen ne engedjük meg tovább megtörténni, mert valószínűleg nem lehet mismásolással most már a zsán vicce jön ide, de azt most nem mondjuk el nekik, nem úszuk meg, hanem alapvető változások kellenek, és ezek a változások az én kezemben, a te kezedben, a mi kezünkben vannak. Amíg a régi segekből fújnak az új szelek, addig itt nem lesz semmi változás. Egy idézőjel, Grósz Károlytól idéztem egyébként, egy régi nagy magyar kommunista ős kövület volt, de ezt vegyük tudomásul, hogy igazi változások csak valóban akkor következnek bele, ha hajlandók vagyunk a változásokat mi magunk elindítani. És valóban úgy néz ki, hogy egyszerű módszerekkel nem lehet ezt megoldani, hanem nagy söprés kell. Nagy vihar kezdődik. Na, Gyurikám, köszönöm, itt folytatjuk hamarosan. Önök VNTV-t, Viva Natura televíziót láthattatok. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portjain találjátok. Ami fontos, hogy a weboldalunkon nem csak filmeket, hanem cikkeket, írásokat, a rendezvényeinkről is folyamatosan kaptok híreket, érdemes azt is követni. Viszontlátásra! Szia!